A Franco TV nézőit ismét köszöntöm a szünetben. A kameránk előtt most német Bruncik Nikoletta, a sérült csapatkapitány áll, akitől a meccs előtt azt kérdeztem, hogy most nem mi vagyunk a favoritok, és ez egy nehezebb mérkőzés lesz, mint a Partizánszka ellen volt. Tehát azt az első félidő tökéletesen igazolta, hiszen 13-13, egyszer vezetett a Dunaszerdai 2 góllal. Mit vár a második félidőtől, és miben kellene javulni ahhoz, hogy ugye esélyeshez méltóan, vagy esélyesebbhez méltóan gólokkal nyerjen a hazai csapat? Hát azt gondolom, hogy maradjon meg ez a lendületes játékunk, vagy talán még egy kicsit pörögjünk, jobban lendületes legyen. Egy picit talán elől, hogyha jobban megmozgatnánk a falat, jobban csapatjátékot játszanánk, akkor úgy gondolom, hogy ilyen közönség előtt ez a meccs mindenképp, hogy a miénk kell, hogy legyen ilyen szurkolók előtt, ezt nem fogjuk magunknak megengedni, hogy kikapjunk. Igen, a Partizánszka ellen is 12-12 volt, fejfej mellett haladt a két együttes, most is úgy volt az első félidőben, aztán valami olyat produkáltatok, hogy ugye 6 gólos győzelem lett a vége, a hasonlóra számít az Bugár szintű, esetleg még jobban megzárja, megrázza magát, esetleg Bundová még többet véd, tehát persze mindenki a magáét hozza a második félidőben extrában. Igen, hogyha mindenki hozzátesz és rákoncentrál, akkor mindenképpen hasonlót várok, mint a Partizánszka elleni mérkőzés. Neked elsősorban ugye a gyógyulás most a lényeg, de ha ilyen telt házat látsz akkor magad körül, akkor nem irigykedsz most egy kicsit, hogy a csajok ilyen hangulatban játszanak? Majd biztosan te is játszhatsz a közeljövőben. Abszolút nem irigykedek, én egy több csapatjátékosnak tartom magam, és annak, hogy nyerjen a csapat, most ez van velem, megoldják mások, és biztatom a csajokat mindenben, amiben tudok mellettük állnak, úgyhogy remélem megyünk és megnyerjük ezt a mérkőzést. Nagyon szépen köszönöm.